Szeretnél úgy énekelni, mint egy híres énekes? Vagy szeretnéd meghallgatni olyan hangos könyvet, ami a kedvenced a Rudolf Péter előadása helyett mondjuk Bodrogi Gyula hangján? Vagy esetleg a saját hangodon? Megnézzük, hogy hogyan lehet mindezt megtenni. Majd bemutatom nektek a Retriever Based Voice Conversation Web UI-t, ami egy Gradio alapú webes felület, hangról hangra való átalakításhoz. Vegyél bármilyen hangot, a mesterséges intelligencia segítségével gyorsan és egyszerűen át tudod alakítani bármilyen más hanggá. Könnyen remixeljél bármilyen dalt, énekeljél bármilyen nyelven, olvasd fel egy könyvet, mondj el egy színdarabot vagy verset. A választási lehetőség végtelen ezzel az egyszerű hangklónozó szoftverrel. Helyben működik a legjobban a saját gépeden, de akár elérhető a Google Colab felhő szolgáltatásában is. Nézzük, hogy hogyan tudjuk mindezt megtenni. El kell menni a GitHub-os projektnek az oldalára. A linkjét természetesen berakom a leírásba. Retrieval Based Voice Conversation Web UI. Látjátok, hogy ez egy kínaiak által készített szoftver. De kapunk hozzá angol leírást is természetesen, tehát nem vagyunk elvesztve annyira. Hogyha átváltatok az angol nyelvre és elkezdtek lefelé scrollozni, még, akkor találtak egy ilyet, hogy hol lehet a Hugging Face-en letölteni, de természetesen berakom ennek is a leírásba a linkjét. Átmegyünk a Hugging Face-re. És a Hugging Face-en, ugye megnézzük, hogy esetleg van-e új verzió, nincsen. Hugging Face-en ezt fogjátok látni, egy ilyen hasonló mappát kell látnotok, és itt az RVC beta 7z kiterjesztésű fájlt, ugye a 7z az a 7-zip tömörítési formátum, ezt kell letöltenetek itt a letöltés gombbal. Ez kicsomagolva körülbelül 8 GB lesz majd. Hogyha ezt letöltöttétek, akkor úgy tudjátok kicsomagolni a számítógépeteken, hogyha esetleg nincs 7-zip, hogy a 7-zip.org weblapról letöltitek hozzá a 7-zip-es csomagolót, amivel ki lehet tömöríteni ezt a formátumot. Ez amúgy egy elég jó tömörítési formátum, sokkal jobb, mint a régi zip vagy akár a RAR. Nagyon jó a hatásfok a tömörítésnek. Hogyha ez megvolt, akkor egy ilyen mappa szerkezetet kell láthatok, mint amit itt a jobb oldalon láttok. Nagyon nagy szerencse az az eddigi telepítésekhez képest, hogy nem kell most feltelepítenünk a különféle plusz kiegészítőket, ugye nem kell a Python-t feltelepíteni, mert ez már a csomagnak a része, amit letöltöttünk, illetve a requirements-ben is, amik szükségesek lettek volna, az is már benne volt ebbe a csomagolt fájba, úgyhogy minden, ami kell nekünk a hangátalakításhoz, az megtalálható ebben a mappádban, amit megkaptunk a kicsomagolás után. Mik kellenek hozzá? Hogyha kicsomagoltuk, utána még kell egy pár program, majd a későbbi editáláshoz, azt feltehetjük akár most is. Amire szükségünk van, az mindenféleképp jó lenne egy zeneszerkesztő program, hogyha esetleg nincs a gépeteken, akkor van egy nagyon jó ingyenes, ami nekünk tökéletesen meg fog felelni az elvárásainknak, ez pedig a Audacity, ami teljesen nyílt forráskódú, pontosan arra lesz jó, amire nekünk szükségünk van, le tudjuk vagdosni a hangoknak az a részét, amit nem kell, össze tudjuk esetleg fűzni, és le tudjuk menteni WAV formátumban, az a biztos, azt tökéletesen kezeli a szoftver. Az Audacity számára elképzelhető, hogy szükséges, hogyha mondjuk AAC hangot akartok beolvasni az FFmpeg, az FFmpeg-et pedig itt tudjátok majd letölteni, természetesen ennek a linkjét is belerakom, ezt kell választani ugye Windows esetén, és nagyon egyszerű, csak fel kell telepíteni, és utána majd, amikor az Audacity-t elindítjátok, akkor ott be kell állítani ennek az elérését, méghozzá, mutatom, hogy hol.
Fájmenü is volt. Beállítások. Programkönyvtárak, és itt kell az FFmpeg programkönyvtárat beállítani. De itt már nekem ugye felismerte, mert megtalálta. Nem szeretném megkerestetni vele. Ez szükséges ahhoz, hogy át tudjon konvertálni bizonyos hangformátumokat, amit alapban nem ismer. Jó, ezeket feltelepítettétek, akkor el kell indítani a szoftvert. A mappában keressetek meg egy olyan fájlt, hogy go kötőjel web. Erre duplán rákattintva el fog indulni egy parancsori ablak, amiben egy hasonlót fogtok látni itt. Eltart egy ideig, amíg elindul, nem kell megijedni, hogy miért nem történik semmi, nyugodtan csak várjatok, és akár elfordulhat, hogy fél percig tart, de el fog indulni a szoftverünk, és automatikusan meg is fogja nyitni az alapértelmezett böngészőben azt a címet, amit itt láttok, http://0000-7897, esetleg lehet, hogy a port az nálatok más lesz, ezzel nem kell foglalkozni. Ugye ez a localhost, kettős pont, megadott portszám, és itt fogjátok megtalálni a szoftvert, amivel most dolgozni fogunk. De vissza is megyek. Azt mondja, hogy mi kell nekünk az RVC-ből? Most az egyszerűség kedvéért egy olyan tanítást fogunk megnézni, amiben nem hang alapú az eredeti, amit mi meg akarunk neki tanítani, tehát a saját hangunk, vagy mondjuk Bodrogi Gyula hangja, hanem abba csak szöveg található, majd egy későbbi videóban megmutatom, hogyan lehet szétválasztani a zenét és az ének hangot, hogy teljesen ketté legyen szeparálva. A train fülre menjünk rá. Itt a train fülön megadjuk a nevét annak a hanganyagnak, amit szeretnénk előállítani, mondjuk legyen Bodrogi V2-es változat. Itt a sample rate-nél 40k-t válasszátok ki, ez maradhat true, utána a model architecture-nél a V2-es változatot kell kiválasztani, a processzorunkat, hogy mennyire használja ki, az maradhat nyugodtan maximumon, pöröghet 1000-rel. A második lépésben meg kell adni a training foldert, itt azt a könyvtárat kell megadnotok, ahol az a hanganyag van, aminek meg akarjuk tanítani, hogy hogyan is hangzik. Tehát ugye most jelen esetben azt szeretnénk, hogy a Rejtő Jenőnek az egyik könyvét, amit a Rudolf Péter elmondott, azt a Bodrogi Gyula hangján hallgassuk meg. Tehát kellenének Bodrogi Gyula által elmondott hangok, amit belepakolunk ebbe a könyvtárba. Én itt létrehoztam egy training mappát, Bodrogi, és ennek a linkjét, ennek a mappának a linkjét, ahova belemásoltátok azokat a hanganyagokat, ami annak az embernek a hangja, amilyen hangon szeretnétek majd a végén megszólaltatni, akár azt a verset, színdarabot, éneket, azokat tartalmazza, és ezt ide bemásoljuk. Itt nem kell megadni semmit, majd rákattintotok a process datára, és pár másodperc múlva pár ilyen sort fogtok látni. Itt ki fogja a végén írni, hogy end preprocess, ott már vége is van. Itt az output message-ben látni fogjátok, hogy mikor készül el, ez tényleg csak pár másodpercig tart. Hogyha ez megvolt, utána a step 2-nél, a következő a B-nél, a step 2 B-nél az a teendőnk, hogy szétdaraboltassuk vele a hanganyagunkat. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ezt nullán hagyjuk, ugye itt felismerte, hogy milyen videokártyán van egy GeForce 3060-as,
a legjobb minőséget szeretnénk, akkor a Harvestet választjuk ki, majd a Feature Extractionre rákattintunk, és ott egy körülbelül hasonlót kell látnatok, mint ami itt szerepel nekem. Mint látjátok, szép bontja ilyen kis darabka WAV fájlokra a hosszabb hanganyagomat, amit betöltöttem. Ez is eltart egy darabig. Nem annyira hosszú, pár perc alatt készen van. És a vége, ha jól emlékszem, az hol volt? Itt. A vége valami ilyesmi lesz. All feature done. Tehát ezt a sort fogja kiírni majd, hogyha végzett. Ez tényleg nem tart nagyon, nagyon sokáig. Hogyha ez megvolt, akkor a következő step 3-as lépésben átállítjuk egy kicsit ezeket a beállításokat, hogy jobb hangminőséget kapjunk. A saving frequency-t átállítjuk 10-re, az epokok számát beállítjuk 200-ra, a batch size for every GPU-nak az a lényege, hogy fel tudjuk gyorsítani a tanítás folyamatát, de ez a szám nagyon függ attól, hogy mekkora maximumot tudunk megadni, hogy milyen videókártyátok van. Nekem ez a 3060-as videókártyám, ez 12 GB memóriával rendelkezik, és ezt fel tudom 12-esre emelni, tehát a tanítás az gyorsabb lesz, viszont nagyon-nagyon gyorsan elégeti a rendelkezésre álló videómemóriát. Előfordulhat az, nálam is előfordult, hogy elindítottam, és utána akartam egy új modellt tanítani, és akkor már azt mondta, hogy elfogyott a memória, teljesen újra kellett indítanom az egész gépet, ugye semmi nem volt benne a videókártya memóriájába, és utána a 12-t, ha beállítottam, akkor tökéletesen jól futott. Hogyha gyengébb videókártyátok van, akkor ezt az értéket nyugodtan vegyétek lejjebb, hogyha esetleg egy 40-90-esetek van, akkor felhúzhatjátok, akár 40-ig is elképzelhető, hogy bírni fogja. Ha nem, akkor úgy is ki fogja írni, hogy elfogyott a memória. Itt, ezen az ablakon belül látni fogjátok, lehet, hogy nálam is volt ilyen állapot, de szerintem akkor újraindítottam a gépet, és nem fogjuk megtalálni. Nem, ez már a tanítás folyamata. Mindenesetre itt látni fogjátok a parancsori ablakban, hogy lát az egész, illetve már nem pörög ezerrel a ventilátorra a videókártyátoknak, mert elfogyott a memória. Utána a következő, amit még be kell állítani, itt a Save Only the Latest CKPT file, az nagyon fontos, hogy ezt ráállítsátok, mert iszonyatosan sok tárhelyet fog foglalni, hogyha nem állítsátok át igenre, ez maradhat non, és ez az utolsó beállítás, ez mehet yes-re. Ezzel nem kell foglalkozni, ami itt található a bal oldalon, majd a One Click Trainingre rákattintva el is kezdhetitek a tanítást. Számítsatok arra, hogy ez elég időigényes folyamat. Emlékeim szerint nálam egy 15 perces hanganyag volt, amit tanítottam vele a Bodrogi Gyula hangját, és az körülbelül másfél óráig tartott egy 3060-as videókártyán. Úgyhogy ennél gyengébb videókártyád van, akkor nyugodtan ott hagyhatod egész napra, mire elkészül vele. Az elég sok időt fog úgyis igénybe venni, és addig sok mindent nem nagyon lehet csinálni a gépen, bár a processzort ugye nem terheli le, de a videókártyát eléggé. Mi az igénye? Ha elmentek ide az utolsó fűrre, akkor a gyakran ismételt kérdésekben itt írják is, hogy a 4 GB videókártya memóriával vagy kevesebben rendelkező memóriakártyákat felejtsétek el. Tényleg nem sok esély van rá, hogy tudjátok majd használni, és működik a tanítás. Tehát tényleg ez már előjött többször az AI során, kérdeztétek is kommentekben, hogy mit ajánlok. Mindenféleképp legalább egy 8 GB-os videókártya az, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán az AI-ok használta bele tudj kezdeni. A 3060-as azért jó például, mert nagyon olcsón lehet 12 GB-nyi videókártya memóriához hozzáférni, nem feltétlenül olyan gyors, mint egy 3070-es, viszont annak esetleg a 8 GB videó memória az sokkal rosszabb, hisz egy csomószor el fog szállni, mert elfogyott a memória, mint egy lassabb, de jóval több memóriával rendelkező 3060-as. Persze ennél jobb kártyátok van,
akkor ilyen nem fog előfordulni, ilyen probléma. Jó, tehát itt a train fülöm, a one click trainingre kattintva elindítottuk a tanítást, és egy olyan másfél óra körülbelül, amíg lefut egy ilyen 15 perces hanganyagom. Nézzük meg, még mielőtt átlépnénk az első fülre, hogy hogyan is lehet mondjuk egy ilyen hanganyagot összeállítani. Tehát például, hogyha szeretnétek Bodrogi Gyula hangját lementeni, akkor a következő képen tudjátok. Fent van a YouTube-on nagyon sok vers, amit ő mond el. De természetesen bárkinek a hangját választhatjátok, a sajátotokat is. Csak most meg akarom mutatni azt, hogyha nincsen egy teljesen tiszta hang, vagy át kell esetleg alakítani, összevágni, akkor azt hogyan tudjuk megcsinálni. Itt a YouTube-on ugye a Bodrogi Gyulának nagyon sok versét megtaláljuk. Ezek azért jók, mert csak az ő hangja van benne, nincs mögötte háttérzaj. Lehetőleg olyan hang kell a tanításhoz, amiben nagyon-nagyon minimális a háttérzaj. Különben nem lesz jó. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most... Mint hallottátok, tökéletesen jó ez a hanganyag, a háttérben nem szól semmi, viszont az elején ugye ott volt egy kis zenebejátszás, ezt le kellene vágni, erre nincsen szükségünk, mert bezavar a hangtanításba, a többi része az tökéletesen megfelel. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Fogjuk, kimásoljuk a videónak a linkjét, megnyitjuk a következő weboldalt. Cube Ripper. Ide bemásoljuk a YouTube videónak a linkjét. Hopp, nem a sajátját, hanem a YouTube videó linkjét. És utána van egy Extract Audio pont, és itt a WAV-ot kiválasztjátok, és lementitek WAV formátumban ennek a videónak a hanganyagát. Természetesen, ha van nektek felvéve, vagy diktafonnal felvett hang, akkor erre nincsen szükség. Most csak azt mutatom meg, hogy esetleg van valami kedvenc színészetek esetleg, akinek szeretnétek hallani a hangján egy már meglévő hanganyagotokat, akkor ezt így tudjátok megtenni. Vagy egy énekesnek a hangján szeretnétek elénekeltetni egy teljesen másik dalt. Jó, itt akkor megszereztük ugye a WAV-fájt. Ezt a WAV-ot fogjuk, és megnyitjuk az Audacity-be. Mondjuk, itt van egy ilyen, József Attila hazám. Megnyitjuk, és itt a legelején van ugye ez a zenebejátszás, amit hallottatok. Ezt nagyon egyszerűen le lehet vágni, kijelöljük, és a Delete gomb megnyomásával már töröltük is, illetve úgy szintén itt a végén van egy ilyen hanga rész, ami nem kell. Ezt is kijelölöm, és a Delete gomb megnyomásával már le is töröltük. Ezután a File menü exportálás, exportálás WAV-ként menüpontot kell választani. Itt megadjátok a célt, hogy hová mentsétek le. Ugye ezek a hanganyagok, amit beszéltünk, ezt kell belepakolni ide a training mappába, amit megadtunk a train fülön, hogy honnan vegye azokat a hangokat, amiből létre fogjuk hozni ennek az embernek a hangmodelljét. Itt a fájtípusnál a WAV-ot választhatok ki, a kódolásnál pedig a Microsoft ADPCM típusú kódolást. Ez pár pillanat alatt le is menti. Jó, hogyha ez megvolt, akkor ugye itt a mappába, amit megadtunk a... Nem ez az, mindjárt megtalálom. Itt a train fülön, ugye ez a mappa, amit megadtunk, ebben kell szerepelni ezeknek a hanganyagoknak. Hogyha lefutott a tanítás, akkor létrejön egy modellfájlunk. Utána ezzel a modellfájllal megpróbáljuk
jelen pillanatban most, amint bemutatom példa, megcsinálni azt, hogy a Rudolf Péter hangja helyett egy hangos könyvet a Bodrogi Gyula olvasson fel. Lássuk, hogy milyen az eredeti, amit átalakítunk. Első fejezet. Gorcsev Iván, a Rangún teherhajó matróza még 21 évesen volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Jó, mint hallottátok, ugye ez Rudolf Péter hangja, tehát ezt fogjuk felhasználni arra, hogy átalakítsuk. Létrehoztam direkt egy ilyen input audio mappát, ahova bemásoltam a Rudolf Péternek ezt a hanganyagát. Jó, átmegyünk a Model Inference Führre, és itt kattintsatok a refreshre, és már be is töltődnek azok a modellek, amiket sikerült a tréneléssel létrehozni. Itt kiválasztjátok a modellt, mindig ezt a simát, tehát ne az E betűseket válasszátok ki, hanem jelesebbek például a Bodrogi Alvás V1-et. Ezután, amit be kell állítanunk, nagyon fontos, hogy az a hanganyag, amiről szeretnénk átalakítani egy másikra, ott milyen hangmagasság van. Tehát ha az egy hölgy, és abból férfit akarunk csinálni, vagy nőből, vagy férfiből nőt, akkor nagyon fontos, hogy itt milyen értéket adunk meg. Hogyha mondjuk egy énekesnő hangját szeretnétek átállítani egy férfi hangra, mondjuk a Bodrogi Gyuláéra, ami ugye elég mély hang, akkor ide a mínusz 12-es értéket kell beírni. Itt írja is, hogy nőről férfire való konverziónál ez a mínusz 12-es érték az, ami nagyon jó hangot fog eredményezni. Hogyha annak a férfinak a hangja esetleg nem annyira mély, mint egy Bodrogi Gyula, akkor mindenféleképp ezt az értéket csökkentsétek, és közelítsétek a nulla felé. Ilyen esetben ugye Rudolf Pétert szeretnénk átalakítani Bodrogi Gyulává, mert körülbelül egy a mínusz 6-os érték az, ami megfelelő beállítás ide. Ezután itt meg kell adnunk azt a hanganyagot, amit átkonvertálunk. Ugye itt ez a Rudolf Péter hanganyag lesz. Tehát fogom, bemásoljuk ide ennek a fájlnak az elérési útját. Így. Itt ki kell választani alatta azt az algoritmust, amivel majd megtörténik a itt a az átalakítás, a konverzió. A creep, ez most jelent meg nemrég, pár napja. Eddig a Harvest volt a legjobb, hogyha van egy jó videókártyátok, akkor érdemes mindenféleképp a creepet választani, mert jobb minőségű, viszont eléggé igénybe veszi a videókártyát, de sokkal jobb hang az, ami végtermék majd, amit eredményez, úgyhogy válasszátok ki ezt. Ez a beállítás maradhat. Ez is maradhat. Itt a logfile-nál ki kell választani a legördülő menüből annak a modellnek a nevét, amit tanítottatok. Ilyen esetben ugye most a Bodrogit választjuk ki. Ezen nem kell állítani, nem kell állítani, nem kell állítani. És egyszerűen csak kattintsatok a Convert gombra. Ez el fog készülni 4-5-6 perc alatt, tényleg nem sok, elég hamar elkészül a konverzió. Természetesen függ attól is, hogy az a hanganyag, amit át szeretnétek alakítani, milyen hosszú. Hogyha ez megtörtént, akkor itt meg fog jelenni az Export Audio-nál egy ilyen kis lejátszó, és ebben a lejátszóban, hát lehet, hogy le is futtattam, hogy lássatok, hogy hogy néz ki. Tehát ugye én a Bodrogit választom ki, a Rudolf Pétert, mit tanítottam, nézzük csak meg. Igen, a Rudolf Pétert szeretnénk átalakítani a Creeppel, és rákattintok a Convertre. Itt látjátok, hogy elindul a processing, ez most eltart egy darabig. Ha jól emlékszem, a parancsori ablakban
Igen, ennek nem látni azt, hogy hol tart. Hopp, errorra futott közbe. Valószínűleg az is probléma lehet, hogy én elindítottam a felvevőt közbe. Hát, akkor ezt itt nem fogom tudni megmutatni, de mindjárt próbálkozunk. Jó, ha elkészült a konvertálás, akkor a következőt kell látnatok. Itt megjelenik egy ilyen kis mini lejátszó, ahol egyből meg tudjátok hallgatni a hangot, vagy a három pöttyre rákattintva a letöltéssel le tudjátok tölteni. Nézzük meg, hogyan sikerült a vége. De beraktam a Rudolf Péter féle előadást, illetve a Bodrogi Gyula félét. Első fejezet. Gorcsev Iván, a Rangún teherhajó matróza még 21 évesen volt, midőn elnyert. Első fejezet. Gorcsev Iván, a Rangún teherhajó matróza még 21 évesen volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos. Azt kell, hogy mondjam, elég jól sikerült. Nem mondom, hogy a világ legjobb Bodrogi Gyula előadása lett. Egy kis apró hangminőségbeli probléma még van vele, de ez még csak a kezdet, tehát valószínűleg ez heteken belül sokkal-sokkal jobb minőségű lesz. Ugye, mint mondtam, itt is a modell konverziónál, amikor már átkonvertáljuk a véglegest, még nem volt ez a creep pár napja. Ez az algoritmus most már van, tehát folyamatosan javítják, módosítják, egyre jobb és jobb algoritmusokat találnak hozzá ki, amivel lehet javítani a hangminőségen, úgyhogy tökéletesen jól sikerült ez a konverzió. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mire használnátok. Tényleg nagyon sok lehetőség van. Én például olyanra is gondoltam, hogy a gyerekeknek úgy előadnia egy hangos könyvet, hogy az én hangomon szólaljon meg. Tehát nem feltétlenül fogom felolvasni, hanem ha már megvan, készen van, akkor átkonvertálom és meg tudják hallgatni az édesapjuk hangján azt az esetleges dalt, amit tudnék énekelni, ami nem fog menni, de egy ilyen konverzióval tökéletes hangot lehet faragni bárkinek, lehet egy jó énekhangot adni. Tehát például ugye a Mekem, a Magyar Elektronikus Könyvtáron elérhetőek a Rejtő Jenő féle könyvek hangos könyvben, tehát ezeket például át tudjátok alakítani, innen le lehet őket tölteni MP3 formátumba, ugye az MP3-at a legjobb, ha átalakítjátok a WAV formátumba, az Audacity-vel, amit mutattam, és át tudjátok a ti hangotokra alakítani. De nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy ti mire használnátok ezt, esetleg egy híres dalt énekelnétek el teljesen más nyelven, hiszen arra is lehet használni. Amit majd még meg fogunk nézni, itt ezen a gyönyörű, szép írásos fülön van az, ahol szét lehet választani egy zenében a csak magát, az énekhangot a zenétől, és a következő videóban majd megnézzük, hogyan lehet ezt megtenni, és utána újra összeilleszteni, és akkor már a ti hangotokon fog megszólalni az a zeneszám. Köszönöm, hogy itt voltatok! Iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek, kérdezzetek bármit, megpróbálok válaszolni. Minden, ami linket láthattatok itt a videóban, ezt természetesen belerakom a leírásba. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!